Tisztelettel köszöntöm a Karcak Televízió nézőit. November legeleje van, egy nagyon mozgalmas ö, októberi hónapon vagyunk túl, emlékezetpolitikai szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy ez a 2017. évi október hónap, ez már a megszokottnál is egy jóval bővebb és ugye emlékezetpolitikailag nagyobb repertoárt van fel, hiszen gondoljunk arra, hogy nem csak, hogy ugye a, a már mondhatni szokásos nemzeti emléknapjainkon vagyunk túl, ugye az október 6-ai gyásznapon, vagy a ö, október 20-ai, 23-ai nemzeti ünnepen, de ö, ebben a hónapban bővelkedtünk egyéb más rendhagyó, ugyanakkor nagyon nagy fontosságú évfordulókkal, centenáriumokkal. Ugye nyilvánvalóan október 31-e a reformáció 5. évszázados fennállásának ünnepe. Mondhatni, hogy egy hatalmas súlya nyomta rá a bélyegét erre a hónapra, hiszen ha belegondolunk, ugye ez egy nagyon komoly szellemi forradalom előfutára, felvilágosulós előfutára. Ugyanakkor ez a hatalmas Ünnep mondhatni árnyékba vetett olyan egyébként kisebb, de nem jelentéktelen évfordulókat. Például, mint az 1917. október 24-től meginduló, tehát ugye gyakorlatilag a századik évfordulója kapcsán jelentősé váló kaporettói áttörés nevű hat történeti esemény, ugye ez az első világháborúhoz kötődő folyamat jelenség volt. Dióhéjban röviden összefoglalva arról van szó, hogy az ekkor már ugye 1917. októberében több mint két és fél éve nyitva lévő olasz fronton, az úgynevezett 12. kisonzói csatában az osztrák-magyar monarchia hadvezetése úgy döntött, hogy a 11 alkalmat, alkalom tapasztalatait alapul véve immár nem megvárja az olaszok teljes első támadását ezen a fronton, hanem egy nagy léptékű ellentámadást készít elő, és ez vezetett el a magyar hadtörténelem egyik legnagyobb katonai győzelméhez, csak mennyiségileg, hogy mekkora győzelemről van szó, és utána rá is térünk ugye a lényegre. Ez egy olyan mértékű katonai győzelem volt a magyar Hadtörténet írásban, amelyben osztrák, magyar és német csapatok szövetségben harcolva az olasz királyságnak egy 350 ezer fős katonavesztességet okoztak ugye hősi halottak terén, túl ezen kb. 150 ezer olasz harifoglyot ejtettek fogságba, és azt is tudjuk olasz levéltár hogy több mint 50 ezer olasz katona dezertált ezen magyar támadás révén. Na most ugye ennek Kapcsán merül fel tulajdonképpen a kérdés, hogy akár ugye az első világháborúban, akár mind a két világháborúban városunk karcag az mekkora ö, súlyjal van jelen, és ugye milyen mértékű áldozatot vállal ö, a frontokon, mennyi hősi halottja, mennyi halottja van ugye a két világháborúnak. Ugye éppen hogy túl vagyunk halottak napján. Ugye a halottak napja az tulajdonképpen a megemlékezésről szól. Ö, arról, hogy a családok ö, egyéni veszteségeik ugye szeretteik, elhuny szeretteikről ö, méltóképpen megemlékeznek. Ugyanakkor egy város az több, mint családok közössége, az egy nagy kollektív közösség is, és ugye a nagy kollektív közösségek azok tulajdonképpen a nagy kollektív események ö, emlékeit is kell, hogy méltóképpen kegyelettel kezeljék. Ezért szerintem szót érdemes ejteni arról, hogy magának a városnak mennyi halottja, ö, mekkora veszteségei volt a, a, világháborúban, akár az első világháborúban, tehát a nagy háborúban, akár a második világháborúban. Ugye az első világháború, az egy kis érdekes kérdés, hiszen tulajdonképpen 1914 így, július 28-ától 1918. november 3-áig, közel 52 hónapon keresztül ö, tartott, és azt lehet mondani, hogy ezen időszakban karcagi katonák ö, mozgósítva lettek gyakorlatilag a világháború minden frontjára, így a ö, kezdeti úgynevezett déli hadszintére, tehát a szerb frontra, az úgynevezett keleti vagy északi hadszintére, az orosz, szári orosz birodalom ellen, illetve az úgynevezett román hadszintére és az olasz frontra is. Ebben a közel 52 vérzivataros hónapban egyébként a város közel 5500 fős katonatömeget mozgósít a világháborúban, és ezen 5500 fős katonatömegnek egy nagyon szignifikáns része válik sajnálatosan hősi halottá. A legújabb kutatások szerint, amelyek egyébként egy kisé felül bírálták, meghaladták a korábbi kutatások iratanyagát. Azt mondhatjuk, hogy megközelítőleg teljes képet tudunk alkotni az első világháború hősi halottjainak karcagi tagjairól. 813 név az, akit ugye hősi halottként tudtunk azonosítani. Ez azt jelenti egyébként, hogyha figyelembe vesszük a karcagváros népességét a, a, vizsgált korszakban, az első világháborúban, ez azt jelenti, hogy hősi halottként, tehát tulajdonképpen elesett katonaként a városi társadalom több mint 3,5 százaléka veszti életét. Nyilvánvalóan ugye nagy kegyelettel adózunk áldozatuknak viszont a valósághoz hozzá tartozik, hogy ez a 813 fő, ez mind fiatal férfi, tehát tulajdonképpen ez egy a veszteségről beszélünk, és a valósághoz hozzátartozik, hogy az első világháborúban karcagon nincsenek polgári áldozatok, abból kifolyólag, hogy ugye a, a, frontok nem közelítik meg ugye az alföld és ugye a városunk térségét. A valósághoz az is hozzátartozik mindemellett, hogy az első világháborús fegyverszünetet, tehát november 3-át követően viszont a város, ugye 19 márciusától áprilisáig a tanácsköztársaság köztársaság vörös terrorának lesz kitéve. Ebben az esetben egy civil hal meg a városban, őt agyonlövik, a Vörös terror, vörös katonái, illetve 19. áprilisától 1920. márciusáig a román megszállás közel egy éves időszak alatt, ugye, román katonák, közlegények, tisztek, főleg a magántulajdon szentségével szemben elkövetett bűncselekmények, tehát lopás, rablás kapcsán rengeteg, tehát közel ilyen 10-15 főnyi nagyságrendben gyilkolnak, meglőnek a gyonkarcegiekat, ezek mind civil veszteségként tartjuk számon a második világháború az már egy kissé érdekesebb vitásabb és ö, igazából a ö, megítélésében is nehezebben feldolgozható kérdés éppen azért mert a második világháborúban nem annyira tiszta a kép ugye a civil és katona terén ö, Valósághoz ugye hozzá kell tenni hozzá tartozik hogy 1944 októberéig Karcagváros, város úgy mint egyébként az ország terület nagy része, az bár hadviselőfélként van jelen a világháborúban, de nem érinti a front. 1944. október elején, október 9-én éri el az úgynevezett keleti front déli arcvonal szakasza a ö, város térségét, és válik ugye ö, városunk tulajdonképpen hadműveleti területé. Ennek sajnos nagyon súlyos következményei lesznek, ö, csak nagyságrendileg ö, a pontos számokat ö, nem idézve, körülbelül 360 főnyi katonáldozat ö, keletkezik a második világháborúban, a városban és a város környékén zajló harcok áldozatává válik 69 főnyi civil, általában a szovjet vörös hadsereg ö, katonái lövikőket agyon, és ezt egészíti még ki ö, bizonytalan 22 vagy 24 főnyi számú levente ö, fiatal, akik szintén ugye, felbátorodva szembeszállnak, vagy megpróbálnak szembeszállni a megszálló szovjet erőkkel, de ez ugye az életükbe kerül. És sajnos ugye, a legvitatottabb és legnehezebb emlékezetpolitikai kérdés ugye még a városi zsidóság sorsának tisztázása, ami újabb ö, kb. 400-450 főnyi áldozatot jelent ugye, a város második világháborús halotta. Hoz, ezért tulajdonképpen ö, itt a ö, két világháború, hősi halottainak mementójaként. Azt lehet mondani, hogy ha összevetjük a két világháború karcagi áldozatainak számát, az első világháborúban beszélhetünk egy kb. 813 fős zömében katonatömegről, akik hősi halottak, míg a második világháborúban egy 900 főt is meghaladó áldozati népsorról beszélhetünk, akiknek ugye az összetétele már egy kicsit árnyaltabb, heterogénebb. Nyilvánvalóan Ma már egy olyan korszakban élünk, amikor erről nyíltabban, szabadabban beszélhetünk, sőt, úgy gondolom, hogy beszélni is szükséges, hiszen ugye szerepe a történelmnek, hogy nem csak leírja a múltat, de emlékeztessen, és ugye ezzel tapasztalatokat adjon a jövő irányába. Én úgy gondolom, hogy napjaink legfontosabb feladata, hogy túl azon, hogy halottak napján méltóképpen kell emlékezni ezen veszteségadatokra, de... Ö, a jövő generációi számára is egy intő példát, egy állandó ö, emlékeztető tevékenységet kell végezni a, a felé, vagy a, abból a célból, hogy tanuljunk a múlt hibáiból, és okulhassunk ugye, a jövőre nézve.